Belevetjük magunkat a legsőbb tételbe, kazamaták második részében, és most veszük elő imáron harmadjára a játékot. Legutóbb sikerült végigmennünk az első konfesszión. Ez azt jelenti, srácok, nagyon fontos, hogy a másodikra tudunk rámenni, és 5 ilyen konfesszió van. Nyilván az első az olyan volt, hogy könnyű volt. Relatíve könnyű volt. A második pedig olyan lesz, hogy szépen fogalmazva össze fogjuk fosni magunkat. Aki szeretne bejutni, nem tudom, mire nyomtam el. Mire nyomtunk rá? Nem erre akartam. Aki szeretne bejutni, az most be tud, mert hogy ugye új csapat lesz, viszont 2 ember már fixen megvan, és pimpeltük egy kicsit a csapatot, úgyhogy már is mondom, hogy milyen helyre lehet bejutni. Jó. Nem lesz mindegyik helyen új leosztás? Hát itt azért nem lesz, mert ugye már megvan a csapatból 2. Hát ha úgy érted, hogy új leosztás, hogy új karaktereket néznék meg, az amúgy lehet, hogy az lesz. Viszont így, hogy már megvannak, és mert hogy túlélték, így nem lesz új. Once more into the maelstrom, in search of what hope yet remains. Ó, az elsőt már nem is lehet kiválasztani, ezt nem is gondoltam. Resentment. Left unsurfaced, grievances gain a terrible strength. Your vociferous calls to bring our findings before the faculty were dangerously premature. Given the gaps in our understanding, doing so would risk ridicule, or worse, robbery. I took no pleasure in asserting my seniority, stifling your protestations with a strict mandate of absolute secrecy. You acquiesced, but your plaintive susurrations betrayed a burgeoning resentment. Crossroads. Crossroads. Wait by the lantern's light, and welcome what help may come. Hero páf, ugye most ezeket a páfokat állokkoltuk. Crossroadra lehet kiválasztani a páfot? Wow. Aha, nézzétek csak! Na de várjunk! Csak Free maradt életbe? Hát én eski úgy emlékeztem, hogy ketten maradtatok életben. De ezt most meg kell nézem. Panka nem maradt életben? Ja, persze, hogy nem maradt életben, mert neki nem választottunk memorit. Aha. Ja, hát Panka, ne haragudj. Ne haragudj, Panka. Most már ezt is tudjuk, hogy memorit kell választani, hogyha akarjuk a csapatba. Shit. Harried, a fugitive seeking to outpace the past.
Adri, a második. Köszi szépen a 67 hónapot. Jesus. Hát mehet a pergetés, srácok. Jó hír azoknak, akik szerettek volna bejutni, hogy Panka nem került most ide. Hogy több ember juthat be. Sajnálom, Panka. Tényleg. Ezt nem így terveztem. Na, hát srácok, aki szeretne bejutni mostantól, nevezhet. Felkiált a jegy. Semmi más nem kell privát üzenetbe írni a botomnak, mint hogy felkiált a jegy. Mondom a csapatot. Lesz egy okkultistánk, lesz egy leprásunk, és lesz egy plague doctorunk. Így. Sajnálom, hogy nem értettétek azt, hogy privát üzenetbe írni kell a botomnak. Pedig direkt kihangsúlyoztam. Aha. Ott van az út, nézzétek csak, a páf ott van alul. Na, ugye a leprásunk Tempest lesz. A chopja 30%-kal durvább, disease ellenálló lesz, illetve movement resistet kap, viszont kevesebb lesz a HP-ja és kevesebb lesz a speedje. Más vágyam sincs, mint egy privát üzenet a botnak. Na látod? Látod, mik vannak. Na. Srácok, Free olyan páfon fog menni, hogy ő rogue lesz, ez azt jelenti srácok, hogyha az első helyen áll, akkor plusz 25% damage, ha a harmadikon, akkor minusz 25, ugye, és hogyha a negyediken, akkor 50, tehát ott plusz 25, ott semmi, minusz 25, minusz 50. És a point blank az kap ripostot. Ahogyha point blank-kel lövünk, ugye amikor az elsőjén állunk és úgy lövünk, hogy hátra menjünk egyet, akkor az ripostot fog adni. Zsír. Na, közben az első nyertes választhat leprás, okkultista, illetve a plague doctor közül. És az első szerencsés nem más, mint Matthew 89-72-31. Na addig, amíg kitalálja Matthew, hogy mit szeretne lenni, addig nézzük itt az utakat. Range skill damage plusz 25% damage. És az elején kapunk Unchecked Power-t. Legyen az első? Oké. Hát ne haragudj, csak ennyire fér ki a nevet, hogy 1-89-72-3, tessék. A következő szerencsés. Zakika! Zakika, te mi szeretnél lenni? Okkultista vagy leprás? Te döntesz. Igen, Rogue, Tempest, Healing Skill, Cursing Skill. Amúgy a cursing skill elég jó. Sokat körzöltünk. Körzöljünk inkább.
Varlok lesz most. Okkultista leszel? Zsír? Hát akkor az utolsó, aki bekerül, Andaron. Andaron lesz a leprás. Elírtam Matthew-t. Ja, hogy 79 lett. Hát igen. Köszi szépen. Megint elírtam. Jó, most már jó. Köszi, hogy szóltál, Predrog. Köszi szépen még egyszer, Adri, a második a támogatást. Vadafak szeretett volna bejutni? Na, majd legközelebb. Indiscriminate science stains the surgeon's hands. Jó, megnéztem. Na és akkor be kell állítsuk, hogy a Plague Doctor az bizony... A Blight Causing Skill plusz 10%-kal kritel és egy csomó rezisztet kapunk, viszont kevesebb a HP. Jöhet. Alkimista, Warlock, Rogue és Tempest. Nagyszerű. Let's go, team. Let's go. Én akarok a leprás lenni. Lágvás, Doki és Okkultista nem túl sok support. Hát én a Plague Doctorrel blightolni fogok. Az okkultistával rángatni, meg ilyenek. Ez így nekem jónak bizonyul, de nyilván más setupot is ki akarok majd próbálni. And let us hope enough yet remains of the world. Ja, most nagyon sok mindennel kezdünk. Nagyon sok mindennel kezdünk. Tehát ezzel lehet szerezni STR-t, meg speedet. A stimulánssal. Highwayman Robbery. Ja, én se nyugi, én se értek hozzá, Lordfer. Én szeretem a játékot, de nem értek hozzá. Szóval akkor ez Disease Resist, vagy mi? Blight Resist, bocsánat. Az meg Bleed Resist. Hát amúgy, mivel most még van, helybe tesszük. Tessék. Hero Shine Location, Stage Coach Item. Ja, ezt most így nem lehet még berakni, úgyhogy megyünk. The point of no return welcomes you with open arms. Az első csata. Block blind. Na, srácok, szúrunk először is free-vel. Megszúrjuk a videót. Ott a riposzt. Előre rángatjuk. Nem engedte, de legalább rajta van a kombó. És ki kezd? Ő. Ellenálló volt a Blightra, nem is figyeltem. Na, nyomunk egy tauntot. Ja, brutál menő a leprás, ja. Ajaj, kapott egy horrort, az elég szomi. És akkor most jött a point blank. Ott van a riposzt.
Azt mondja, hogy clear-eljük a korpuszokat, meg rántunk egyet előre. Hogy ne lássunk. Igen, ez jobb. Straightforward and effective. Lángra kaphatunk. Na erre kíváncsi leszek, hogy az Uncheck Power majd mit csinál velem. Jó, hát ő mindjárt bele is hal. Na, úgyhogy nyomunk egy ilyen... Hát ez... Ez nem működik, úgyhogy reflektálást. A stressz leszedés az nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. Hát így valószínűleg nem fog kiderülni. Na majd most. Most már kiderül. Nem csinál semmit. Ja, ott van! Critical heal tud, hogyha kettő ilyen izéje van. 100% crit heal tud nyomni. Ó, hát akkor csak egy ilyen képességünk van. Per pillanat legalábbis. Jó, oké, akkor ez most kiderült. Kettő masterit kaptunk. Rune, Riches, Relic és a Red Skull. Ugye ezt mondtátok, hogy ez nagyon jó E-Hunter, mert hogyha nyomja a Point Blanket, akkor nem fog hátraugrani. Are you shaken? There is so much worse in store. Egy újabb csata? Azt hittem. Szevaszbán, ki szevaszbán, szevasztok, srácok. Kaptunk kettő gyertyát. Akkor most már be is lehet fejezni. Na nézzük közben amúgy. Foetor Explorer lett Andaron, de kleptomániás, néha lopkod. Free, izé resistance, death door resistance, hogyha minden igaz, és 5% eséllyel alakul ki jobb kapcsolat emberek között, viszont hát szereti az ilyen sötét művészeteket, és szereti az egyszerű, nagyon egyszerű életet. Kozmikus félelem. Kozmikusok ellen nagyon stresszes Zakika, viszont 100%-os sprawl, mi az, explorer. Nézzük, Matthew fotomániákus, tehát hogyha a flame-ünk 75 fölött van, akkor kapunk dodge-ot. Viszont lazy eye, azaz a ranged skill-ek, azok 10%-kal kevesebbet damolnak és kritálnak. Jó. Tényleg a trinketeket be se raktam. Kapunk bleedet vagy blightot, akkor vagy burnt, akkor ha reziszteljük, akkor 20%-ot heal el. Stress damage. Healelhet 10% esélyel 33-at. Ezt előre kell rakni. Tehát ez mehet Andaronra. Ez nekem nagyon tetszett. Az okkultistában a kozmikus félelem. Hát ez már csak egy ilyen okkultista, ugye? A kör végén talán... A kör végén... kapunk speedet. Ezzel az adrenalizing-essel. De hogyha misszelünk, akkor pedig dazed bekerülhetünk. Víket kapunk, de kör elején pedig blokkot. Ja, ezt is odaadjuk Andaronnak. 10% healing received from skill per pozitív token. Tehát, hogyha ilyennek vannak rajtunk, ugye pozitív tokenek, akkor annyival nő a healünk.
Mármint a bekapott heal. Hát jó, most így jó, adjuk oda a Matthew-nak, tessék. Ezt nem akarom használni. Dézzelőd, nem a, hát... Nem akarom. És akkor odaadjuk Free-nek ezt a trinketet, tehát hogyha Bleed-et, Blight-ot vagy Burn-t kapnék, most látom, Bleed, Blight, Burn, a 3B, tehát hogyha a 3B közül bármelyiket megkapnánk, de rezisztelünk, akkor healelődünk 20%-ot. No. Precious relics remind us of a time before the end. Radiant Flame. Kevesebb gyertya, de 5%-kal jobb relationship chance. Ellenállás Traveling Flame Drain, de kevesebb gyertya. Jöhet. Veszünk ilyen petet is. Orphan Wolf Cub. 10% pozitív relationship chance. No. Learn what can be taught. That you may stand just a little taller at the end. Bakár. Ujjjjj. Megláttátok a tálcámat. Bizony, bárki elkészült az ártudító. Bizony, bizony. Self-repost 3 és kapunk dodge-ot is. Ja, az kell. Beza. Meg a point blank is kell. Free-vel akarok alkotni most így az elején. Ez a kettő, ez így nagyon-nagyon megy. Back 1, forward 1. Ez szerintem tök jó. Nem bánom, hogy kettő pontot is ráköltöttünk. Lesz még bárki egy stream úgymond az Arthurról, mert akkor már ugye benne lesz az aksi is, az sajnos nem volt. És akkor oda lehet tenni. Tehát ha berakom, akkor utána már nem lehet kivenni. Na jó. Radiant light will suffuse you with the strength of your convictions. Hero Shine Location Scouting. Ezt a petet ezt mindenféleképpen be akarjuk rakni. A little company for the long ride ahead. Gizsgudya, jön a gizsgudya velünk. Hogyha luxury gear van elképelve, akkor ellenállunk a stressznek. 5%-kal. Annyira ellenállók leszünk, amennyi luxury gear van equipelve. Tehát például ezt érdemes lenne berakni. És akkor ott van, hogy több Candle of Hope-ot tudunk el... Tehát, hogy egy stackbe több Candle of Hope fér, illetve 33%-kal kaphatunk bizonyos helyeknél Candle of Hope-ot. És akkor berakjuk még a Hero Shine Scoutingot is. Jó. Ő lesz a harmadik. És így nézzen ki, így van. Nagyon jó. Hát itt még amúgy lehetne vásárolni valamit. Inventory slot. 3 inventory slotot tudunk venni. Target heal. Ó, a whisky. A whisky az nagyon jó, kapcsolatjavító. Oké, szerintem whiskyzni fogunk. Na.
5% eséllyel kaphatunk dodge-ot. Speedbag. Andaron. Annak mehet egy ilyen. Stress levétel, az is jöhet neki. Mop and bucket. Max HP. Taunt, az is jöhet. Block plus. Speed, 4 speed. Hát free pont nem szereti. Tehát a speedet nem szereti az egyszerű élet miatt. Ja, hát akkor Matthew. A blight miatt. Stressz levétel és akkor kapcsolatjavítás. Ott a Pety, ugye? Jó, ezt a kapcsolatjavítást megtartjuk a következő kocsmáig. A first of many forks in the road. The sprawl. Choose your path and ride out unbowed. Healing given. Jó, erre kell mennünk, és el kell kerülnünk a hordert. Azt nem tudom, hogy lehet elkerülni. De erre akarok menni. The farms and fields of our kingdom. Az egyhez képest miben változott a kettő? Javaslom az első benyomások videót a YouTube-on, és akkor ott elmondom, hogy miben másabb az egy a kettőhöz képest. Egyébként ez egy... ez egy roguelite játék, az egy pedig egy management játék. Hasonló, de mégis más. Ja, nagyon jókat lehet blightolni, nem tudom, még nem mentem bele annyira. Én anno az egyben ilyen bleed buildet nyomtam. The Foetor. The rancid crop grows unchecked. Ja, látom. A horder ugye a boltos, oké. Okay. Na, tehát a boltos ott van. Ugye 100% scoutunk van a leprásunk miatt, Andaron miatt. Oké, én azt mondom, menjünk jobbra. Ott van egyébként is egy hero shrine. De akkor bukunk egy armort. Ja, akkor viszont... ja, és pont a horder... aha, tehát az armort így bukni fogjuk. Hát ez szomorú. Nem baj, jobbra megyünk. Jobbra megyünk. Jobbra megyünk és jobbra megyünk, oké. És akkor csatázunk, aztán csatázunk tovább. Jó, tehát akkor jobbra fogunk menni. Matthew ennek örülni fog, Andaron pedig a Lairnek örülne. Hát, szíves. Az egy is elég nehéz volt, ez könnyebb, mivel roguelite. Zakika és Andaron spanol. Andaron és Free spanol. Tehát ez a játék könnyebb, mert ugye minél többet mész, annál könnyebb lesz a játék, hiszen tudod magad erősíteni. Itt kvázi ránjaid vannak, és nem kell menedzselned őket, tehát hogy nem kell azon izgulnod, hogy úristen, mi lesz, hogyha meghal. Meghal, akkor az a rán ott tönkre megy, de az azt követők nem sínylik meg. Aha. Hát itt most ugye azt választhatjuk ki, hogy ki az, akinek a sztoriát akarjuk tovább nyomni, hát én Free-ét, mert neki már ugye nem kell sok. Az utolsó előtti chapter.
highway robbery. Ugye ezt elbuktam legutóbb, ez nagyon szomorú volt. Azt kell ugye szétlőnünk. Come out and die! Most ő jön, ugye? Ja. %50 eséllyel dodzsolunk. Nagyon jó. Viszont most CD-n van. Akkor most mehetünk vissza. Most kapnak egy buffot, valamelyik kap majd egy buffot. Come out and die! Na ő kapja a buffot, tehát őt kell megölnünk, mert ő kritál. És megint mi vagyunk? Lövünk. Most ez jól megy, most nagyon jól megy. Az a gond, hogy most még ő van. Ezt nem tudtuk így eldodzsolni. Most elmegyünk a bokorba. Come out and die! Ő még jöhet. Ez szomorú, most ezt így megléptük, de a stage coach az így dönt helyettünk. Tehát őt kéne megölni. Jó, és akkor megint én jövök. Ja, jók ezek a személyes küldik, igen, Zakika. Szerintem rohadt jó. Minden karakternek 2 ilyen harcos küldje van, és 3 olyan beszélgetős. Ah, tehát nem tudjuk. Ja, akkor into the bushes. Come out and die! Most ő fog jönni, kiugrunk és akkor megcsapkodjuk. Persze nem mindig kritelünk, de most kriteltünk. Nagyon jó. Nagyon elbíztam magam legutóbb és ez nem lett meg. Megkaptunk egy új képességet, a Grapeshot Blast-et. Gyakorlatilag az elsőjét leszámítva, ha a második, harmadik, negyedik helyen vagyunk, akkor az első és a második helyre tudunk lőni. És kaptunk egy mastery pontot, mert hero shine-t csináltunk. Enter the Fogtor. Resistance Encounter. Hát jobbra megyünk. Sajnos az armorunk az tört. Most meg a kerekünk fog törni. Tehát sajnos ezt be kellett vállalni. The Towering Feast. Na hát mindenki nagyszerűen áll a dolgokhoz. Sajnos free-ét nem választhatjuk, mert akkor az enemy... Vagy mondjuk pont őt választjuk? Tehát az enemy ilyenkor vulnerable lesz? Hát akkor free-t választjuk. Ugye az, hogy 50%-kal több damot kapnak be. Jó, hát nézzük meg. Igen. Milyen kecske, azt nézzétek. A kecske kezd. Megeszik, mások megeltik a kecskét. Lord, Butcher és a kecske.
Light Resistance. Ott is van. Megszurkáljuk. A kecske miért izé ütött a leprásra? Visszaálltunk Balkán. Ne! Mi, ahogy így csináljátok? Nagyon szép! 24-es lövés a kecskére! Azt ellenállt neki. Corpse clearelés lesz. Fene. Inéből a powerful skill megette a hullát. Purge. 11, 9-et kéne még damolni. Léci. Jó, beadta, meghal. Oké. Okay. Ja, Death Door lett csak? Ujjjjj. Ujjjj, az ott, az a stresszelés, az... az nem jött jól. Na. Annak a három stressznek, annak nem örülök ott. Silver Spoon kaptunk. Relic, Poison Ring. Noxious item equipped. Gain on miss poison ring. Hmm. Érdekes ez a poison ring. Tegyük csak fel, Matthew-ra. Noxious item. Hát szerintem nincsen Noxious itemünk. De nem látok olyat. If you hope to heal, you have chosen wisely. Ezek egyszerű zombók. Mindegyiknek egyes speedje van. Annyit csinálhatnánk, hogy... buffoljuk a csapatot. Szurkálunk egyet. Csápok. Ő mikor jön? Aha. Hát ez lehetett volna jobb is. Nagyon szép. Most kell tauntolnunk egyet. Hetes Blight Resist. Nem éppen rá kellett volna rakni. Hát a leprásnak fáj, nem örül, de hát sajnos ez benne van a pakliba. Szerencsére le tudjuk magunkról szedni. Akár így is. Melyik jön először? A hátsót elintézzük. Szurkálódunk tovább. Jaja, nagyon jól nyomod a tankolásokat. Hmm.
Nagyon jó. In this world, nagyon jó volt a csapat ismét. Movement és Star Resist. Az is jó, ezt is odaadhatjuk bárkinek. Na tessék, Zakikának odaadjuk. Deadblow Resisted Book, de hát Zakika kemény, kemény srác. Nem lesz gondja ilyenekkel. Én úgy gondolom, persze. She heals the injuries of others. Jó kis hospitál. Wellness. Kleptomániát le lehetne szedni. Pharmacy. Traveling heal erősítés. Horror leszedése a laudánummal. Veszek ilyet. Ez a laudánum, ez jól jöhet. És akkor kiről mit szedjünk le? Jaj, basszus, hát nyomkodom össze is a gombokat. Lazy Eye. Kozmikus félelem. Mit? Mert rákeresek, ne haragudjatok, de rákeresek. Mi a fenét csinál ez a Darkly Curious? Vagy hogyha tudjátok, mondjátok nyugodtan. Körkök, Darkest Dungeon 2. Na ez az. Na várjál most, ez... De hát ez Körk. Darkly. Nincs is itt. Na az Austere az viszont itt van. Ez negatív Körk. Nagyobb eséllyel donétel goldot assistance counter alatt, illetve nem olvas könyveket. Tehát nem olvas könyveket. Tehát blokkolja a book related in itemeket, inkább ezt úgy helyes mondani. Akkor is megnézem, hogy mi ez a Darkly Curious. Darkly. Na, ott van. Nincs is odaérve, hogy ez mit csinál. Okozhatja a Pyfeed, a Blasphemous Idol. Oké, ezt értem, de... De mit csinál? Nincs odaérve. Affect Node Choices. Köszi szépen, tepőgép. Köszi, köszi. Hát akkor bénán kerestem. 16 ér, ezt levegyük. Vegyük. Kozmikus félelem, Lazy Eye, kleptomániás. Jó, ennyi. Jó. Szerintem így jók vagyunk. Tegyünk még valamit? Traveling heal jobb. Lead resistance. Calming incense. Na jó van, szerintem jók vagyunk így. Annyi, hogy be lehetne tenni itemet, még hozzá Zakikának a laudánumot. Egy kis laudánum Zakikának, biztos örül neki. Jó, mehetünk tovább. Köszi szépen még egyszer a keresést. Ja, hogy te ezt linkelted, ben csak béna voltam.
69-en volt a lámpa. Az őrcsín kezd. Még jó, hogy adtunk speedet. Ez mi a fene volt? A videó folytatja. Öt, négy, aha. Hát én rántok egyet, és akkor ő biztosan meghal. Hú, az a horror. Na, milyen jó, hogy Zaki Kennel van. Milyen jó, hogy Zaki Kennel van. Az nem jó, ez semmiféleképp sem jó. Blinding gáz, na nézzük. Ellenállt neki. És sajnos a point blanket azt ki kell nyomjuk a hullára. De hát tauntoltuk. Ja, mert nem érdekelte, hogy taunt van, aha. Ja, és nem izé kombósra ütöttünk. Hát igen, ez probléma. Na, várjátok. Laudanum. Laudanumot kell nyomni, mert ez így nem lesz jó. Tehát Zakikánál van a Laudanum. Na, Zakika. Nagyon jó Zakika, nagyon ügyes. Jó, Andaron pedig majd le tudja magáról szedni, mert nagy fiú. Kész. A Phantom Wiki-n több van, mint a Felix Rife-om. Köszi. Akkor majd ott kutakodok. Azt tetszik nagyon, hogy az embereim nagyon jó kapcsolatot ápolnak. They emptied their larders, gorging themselves as the world began to crumble. Tehát kaphatunk alt trinketet és körköt. Renix, books, körk. Jó, hát relic, books, trinket. Jó, legyen ez. Bookburner. Andara, nem szabad ilyeneket csinálni. Tehát ketten annak örülnének, hogyha balra mennénk. És Matthew örülne annak, hogyha jobbra mennénk. Tehát balra a cash és supply van. Viszont eltörik a kerekünk. Hát nem tudom, én inkább jobbra mennénk akkor így. Utáljatok meg! Tessék meg utálni! De direkt kikerüli, mekkora szemét már. Na! Andaron egy jó kis égetés, azt mondja, hogy Kirk pozitív, combat item. Jó, na, mehet Andaron valami jó Kirk. Ó, cool. Mit csinálsz, Andaron? Halló? Figyelj már. Tehát, hogy book burner. Push forward. És okkultomániák. De kapott olyat, hogy ha a Death Door-ba megy, akkor leveszi a stresszt, igen, és 15% eséllyel rezolút lesz, ugye, nem meltdown.
Nem tudom, ez az okkultomániák, meg a bookburner lesz, megnézitek nekem, hogy mit csinál. Zakika jobbra szeretne menni, én is jobbra szeretnék menni Zakika, úgyhogy adom. At least we know what's coming. Mennek itt a poénkodások. Ez a csapat, ez nagyon örül egymásnak. Az micsoda? Az egy új enemy. A Firemouth. Ja, akkor csak nekem új. Meg amúgy már harcoltam ellene. Nem tudjuk ledobni. De tudunk blindolni, hát ha. Nagyszerű. Ja, de nem érdekeltem. But deadly all the same. A kutya dodzsol. Nem baj, a duálistát csapjuk meg. Aha, tehát hatással van a Node's Choice-ra, mint például az Academic Study-nál, aha. Book Burner. Nagyobb esélye mi az? Kerüljük el az Academic Study-t. Aha. Köszi szépen. Csápok. Azt hittem durvább lesz. Az igen. Egy taunt. Na ez itt nem lesz jó. Úristen free, hát nagyon szép, nagyon szép! Akarunk ilyet? Az a gond, hogy ott visszaüt. Nem tudunk senkire se rácsapni. Viszont kérünk Blight Rezit. És kérünk ilyet. Egy Tauntot. Is no time to falter. Az a hatos burn az sehogy sem jó. Kutya, mi van veled, kutya? Kutya! Na, ezt meg kell lépni. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon szép volt Zakika. Na, az a helyzet, hogy itt bizony healálni kell. Az Akika mondjuk lehet, hogy healálhetett is volna. De csak lehet. 4, hát ez ugye nagyon durva. Stunolhatunk. És stunolunk is. Az déz lett? Az a bleed az nagyon durva. Szerintem agyon fogjuk tudni csapni. Ja. Persze Zakikát kell bántani. Persze. A 50% HP alatt van, tehát nyomunk egy gyógyítást. Hát ennek nem örülök nyilván. De lassan vége lesz. Healing given, damage 100%. A damage 100%-ban azt mondtátok, hogy nincs benne a blight, ugye? Mert akkor ezt oda lehetne adni Matthew-nak. Ha jól rémlik.
kapni, a Blight nincs benne, aha. Zakikának nem lesz vége, Zakika nagyon jó kultista. Andaron stressz, szedett le magáról, nagyszerű. Oda néz. Distant trinket, weapon Noxious. Ott is van. Ott is van, ott is van, wow! A kártyajáték, nagyszerű. Hát micsoda, nagyon fat lootok. Na. Light resist. Horroros cucc. Ott a stimulást lehetne nyomni. Na várjál, Noxious, tehát akkor ezt ugye levesszük a healinges cuccot. Na, most mi van, nincs helyünk? Mindegy. Úgyis ezt akartuk csinálni. Blight nincs benne, Noxious. Na, ugye most ez nagyon blight lesz, srácok. Nézzük a trinketeket. Healing given, damage 100%. Ezt nem akarjuk. Healing skill. Ja, az jöhet, tessék. Jó van, én jó vagyunk. Milyen a kapcsolat? Srácok, kapcsolatok. 10, amely 11, 13, 20, 11, 13, 10, 10. Nagyon jók vagytok, srácok, nagyon jók vagytok. Büszke vagyok rátok. Ajaj, Andaron, na, valami nem örült. Oblivion's Rampart. Az Armor Repair Kit kapcsol, tehát mínusz 70% damage, és a Strength is kapcsol, tehát plusz 50% damage. Na, mehet a Blight. Léci, add be. Nagyon jó. Léci, misszelj. És nem misszeld. Az altár jön majd. Aha. Az altár 20 HP-s. És blokk. Blokk van rajta. Ja, mi csinálsz? Crit 100%, haló? Hú, de jó, hogy azt ott misszáltunk. Azt ott agyon kell csapni. Jézus! Csapd nagyon? Most! Jó. Jó. Jó, most már jött a tankolás. Na, és akkor jött megint a szurkálás. Vagy stunoljunk? A Heraldot lehet, hogy le tudnám stunolni. Ja, csak déz lett? Nem baj. Ötös Blightot rakunk föl, hát mekkora királyság már.
És csak Death Door van. Stressz leszedés. Jó, blindoltunk. Blindoltunk. Rángatunk, mert ez damol. Nagyon jó, misszeltük. Ezért előre ugrunk. A Death Blow miatt. Meg kéne néznünk, hogy a 46-nak a 33%-a az mennyi. Tizenöt, akkor még nem vagyunk jók. Nem baj. Így is jó. És gyorsan nagyon kell csapni. Jó. Oké, és akkor Zakikán nem ugrott be az égetés. Jó. Nagyon jó. And blaze the trail to your redemption. Dark Impulse, Blight Resistance. Okkultista trinket. Ha a target tüzes, akkor 50%-kal több healt adunk. Wow. Resistance Pierce. Random ally kap égetést. Aha. Hajnali 1-től lehet nyomni a Diablo 4-et másodikán, igen, igen. Kaptunk Flame-et, meg Mastery-t is. Jó menet volt. The loathing abates. Remélem, hogy jók a kapcsolatok, nagyon. Ez az első rész, ez most nagyon jó, nagyon szépen lement. Harvest Festival. Parancsolsz? Clear the Foetor. Oh. Matthew kapott körköt, Zakika is. Ja, igen, ja, oké. Okay. Matthew megcsinálta a Hero Objective-et. Na és mehetnek a kártyajátékok, ugye? Nagyon fontos, 13, 11, 10, 10, tehát 10-eseket kell javítanunk. Tehát azt nézem, hogy Matthew itt a kakuk tojás. Matthew és Andarom mondjuk mehetnem. Ez most mi volt? Ezt most nem igazán értem. Most így elnyomtam és nem történt semmi. Most ez micsoda? Édes Istenem, hát bágos a játék, hát kilépünk akkor megint. Sajnos ez a bug benne volt az első nap is, és nagyon idegesítő volt. Konkrétan kidobta az itemeket. Az a jó, hogyha kilépsz a kocsmába, és belépsz újra, akkor amit a kocsmába csináltál, az meg nem történté válik. Ha jól tudom. Na, hát így megműködik, nagyszerű. Tehát Matthew. Na tehát amit akartam, hogy javuljon a kapcsolat Andaronnal, hát ez pont nem jött össze. Viszont Free és Andaron kapcsolata 14-es. Na, semmi gond, mert van egy viszkink. Andaron és Matthew. Nagyszerű.
Ura, ez a bug, én sose találkoztam vele, bár tény, hogy nekem Epicről van meg, ez valami Steam-es hiba lett. Nem tudom, Tomzom. Nem tudom, ez mi lehet. De ja, nekem Epicen, amikor játszottam vele, még amikor Early Access volt, akkor nem volt ilyen problémám. Tény és való. 17 gyertyát lehetne most amúgy szerezni. Whisky flaska van. Party Shuffle. Academic Map. Első és nagyon fontos dolog. Javítani. Köszi, azt nyitottam. Csak nem volt ott, amit én kerestem, vagy bénán kerestem. Na. That you may stand just a little taller at the end. Nagyobb withstand, nagyobb ellenállás. Solemnity ugye többet vesz le, a reflection pedig kettőt vesz le. Hát... Tankolós képességet leteszünk. Aztán... A weakening tovább tart, aha. A rángatás 3-at is tud húzni, meg kicsit többet damon, ez most annyira nem érdekes. Na Blight-ot kell erősítenünk. Ez így ugye már 7-es Blight lesz. Három körre még nagyobb ellenállás, akár amúgy ezt is lehetne nyomni. Ha tudjuk az enemiről, hogy ilyen, akkor amúgy ezt érdemes lenne nyomni. Amúgy ja, ezen pont agyaltam benn, hogy szerintem ja, neked kell megcsinálni a klánt amúgy is. Agyaltam ezen, csak még nem írtam. Tehát rángatunk, illetve weakenelünk. Szerintem weakenelés, hát amúgy a fene se tudja. Ugye ezzel stunolhatunk is, vagy nem, csak dézdelünk a blinding gázzal. Ez az ellenállás, ez nagyon jó, tehát ezt most kirakjuk, aztán amúgy használnom is kéne. És akkor a reflectionre rakok még. Jaj, szegény Zakika nem kap semmit. Hát nem mehetünk így el, Zakika nem kap semmit. Ott van, tudunk csinálni mi az stunolást, hogyha a kettes az a cucc rajtunk. Az a cucc meg. Jó, húzásra teszünk. Mi ez itt? Ja, lehetne betenni egy ilyen contraption item produkálót. Lair boss legyőzésével van trófea. Precious relics remind us of a time before the end. Max HP növelés, speed, aki speed. Stun resistance.
Aha. Ugye ez stressz szedle. Kell olyan valakinek? Hát én free-ről azért leszedem. Még akkor is, hogyha az nem 3 volt, hanem 2. Ó, basszus, ott lett volna egy. A békepipa. Hát igen, ezzel játszottam volna okosabban, nem baj. Kártyázunk. Na, jó. Két kártyázás. Még egy. Jó, szerintem amúgy nagyon jó. Lehetne még amúgy viszkizni. Milyen a kapcsolat? 13, 10, 13. 12, 14, 13. Úristen, nagyon jó. Na, tehát akkor Matthew és Free-t azt úgy meg kéne tolni. Matthew és Free. Nagyon jó, tehát ők friendly konkrétan. Most szeretném elkezdeni a streamen és tudnál valamilyen tippet adni hozzá? Persze. Ne menj oda máshoz és kérdezd meg, hogy hogyan kell elkezdeni. Vannak erre platformok, érted? Adunk amúgy Andaronnak 20%-ot. Ez szerintem nagyon jó volt. Meg ez a speed is amúgy nagyon jó volt. Szerintem belefér egy kis speed. Ez a tauntos, ez nem működött, én azt vettem észre. Whisky? Én azt mondom, még whiskyt is vehetünk, mert hogy itt nem sokon múlik, srácok. Hát Zakika és Matthew, nekik adunk egy whiskyt. Zakika, Matthew. Aztán ott van Free is. Az helyzet, hogy Zakika és Free. Ja, azt meg kéne csinálni, Zakika és Frit. Lehet, hogy ez most itt nagyon bevállalós lesz, srácok, de... meg kell próbáljam. A békepipát el kell szívjátok. Jó? És akkor még egy whisky. Nagyon jó. Na, most azt csináltuk meg. Aki esetleg nem vágná. 14 per 14 free-vel mindenkinek a kapcsolat. Andaron és Matthew-nak a kapcsolata 10 per 20, sajnos. De hogy ez így szerintem nagyon jó. Sziancsi. Szerintem ez így nagyon jó. Ezt a Dark Impulse-t ezt amúgy oda lehetne adni neki. Bár Stain Trinketet nem akarok, csak úgy... nem tudom. Majd, hogyha valaminek Stain Trinket kell, akkor odaadjuk. Jó, szerintem így jók vagyunk. Bár... jaj, Isten őriz. Azt kell megnézni, hogy akarunk-e ilyet venni. Minus egy stressz. Luxury gear. Na, ez amúgy jöhet. Jóló. Minusz egy stressz, az szerintem nagyon jó. Hero Shrine Location Scouting nem érdekel. Na, a stressz leszedés az fullos. És a Luxury Gear az azért nagyon király, srácok, azért is vettem ki, mert stressz resistant ad az árva farkaskölyök. Na. Clear out the lair. Hát ezt avoid the hoarder. Hát ilyet tudok ígérni. Another nameless city. Another infernal simulation and madness. Öt dolog is történt. Respectful lett. Ott egy.
hopeful left aspiration end. Unites the hopeful. Ugye, itt az történik, hogyha elnyomja Free a pisztolysátot. Akkor Andaron tesz magára, hát valamit, az mit csinál? Valamit, az nem tudom most mi az az ikon, nem ugrik be. Speedet? Nem tudom. Fordított esetben, ha a Withstandet elnyomja Andaron, akkor pedig Free kap olyan valamit, ami hát most én nem tudom mi, mert nem jön elő a kontrollal. A Hopeful, ugye a Respectful adja ezt a statot, a Hopeful pedig stresszed le. Nagy dodge. Ja, azaz, tényleg. Azaz, köszi srácok, igen. Tehát a Respectfulnál a pisztolysát ad dodge-ot Andaronnak, a Withstand pedig nagy dodge-ot ad Free-nek. A Hopefulnál, ha a Tracking Shot-ot nyomunk, akkor Zakikáról leesik egy stressz, ha Zakika nyom Weakening Curse-t, akkor Free-ről esik le egy stressz. Van még itt tovább, ha Zakika rángatja, akkor mínusz egy stresszt ad Andaronnak, ha hílel magán Andaron, akkor Zakikáról leesik egy stressz. Na nézzük tovább, Free és Matthew kalandja. Na, Free és Matthew kalandja. Na, hogyha a Free felnyitja a vénákat, akkor mínusz egy stresszt ad Matthewnak. Ha Matthew nyom egy buffolást a csapatnak, akkor pedig mínusz egy stressz lesz Free-nek. És megyünk tovább. Stresszleszedés történik, hogyha Andaron nyom egy chop-chopot, akkor Matthewról leesik egy stressz, pedig amúgy Matthew és Andaron kapcsolata ugye csak 10/20 volt. Ha Matthew vakit, akkor pedig leesik egy stressz. Kiről leesik le egy stressz? Hát Andaronról. Szóval, hogy ilyen buffokat kaptunk, elképesztő. Elképesztő. Ezért érdemes maxon tartani a kapcsolatot. Én most erre mentem rá. Ez az egyik eszenciája ennek a gémnek. A kapcsolatmenedzselés. Cities of man, ruined and aflame. Na kérdés, merre akarunk menni? Ja, ott a Lair amúgy. Hát megyünk egyenesen. A Zakikának tetszik. Mehetünk balra is. De akkor törik a kerék. Ott lesz hospitál. És ott lesz academic study. Menjünk akkor balra. És az egy keréktörés. Hát ez, ennek nem örülök, akkor ennek Free fog örülni. Hopp, ezt misszáltuk. Lament the knowledge taken the by the burning pile. Fanatics. Mindegy, kit választunk. Heal enemies. Hát jobban ellenállóbbak. Az komoly, egy égetéssel kezd az ellenfél. Dodge. Az nem baj, hogyha dodge-ol. De mi legalább a riposztot felraktuk. Block. Gyere csak előre. Visszel. De szomorú. Ajaj, Zakikát megszúrták. Az nekem ott nem tetszik, srácok. Az komoly amúgy, hogy Andaronak három képessége is ilyen különleges.
The fire rises. Na, az ott egy hetes blight, azt a rohadt. Condition block, tehát még nem tudok magamon healeni, de tudom rángatni ellenben. Bízunk benne, hogy ez most nagyon jó. 75%-át leblokkolj ezt, sajnálom. Az a jó, hogy ő belehal, hogyha nem hílelik ki. Na, ez amúgy így most nagyon jó. Ennek nem örülök. Ennek nem örülök, de meg tudjuk oldani. Na. Hát ez... nem volt a legtutibb. Adaron kapni fog dodge-ot, hogyha minden igaz. Ő meg... ha minden jó, akkor meghal. Ha dodge plusz-pluszt kapott, nagyszerű. Aha. 50% esélye misszelünk? Hát misszeltünk sajnos. Elégette a társát, de ezzel hílelt magán. Ő most ilyen nagyon kemény lesz. Nagyon jó, nagyon jó. Na. Jaj, hílej magadon. Hát ez nagy, az ott nagyon szívás. 15. Dodzsolhat. Dodzsolhat. És dodzsolt, basszus. De miért? Extinguished at last. És miss. The fire rises. Incremental. Az akik a nagy szarba van. Nagyon nagy szarba van. És ugye nem is tudunk healálni rajta. Szakika nem kritált bám. Ez volt a gond. 24-es krit. Andarontal. Nagyszerű. Zakika, Zakika az az 5/20, az... az nem a legszebb. Várjátok csak. Van-e valami olyan combat itemünk, amivel ezt helyre lehetne hozni?
Hát, nincs. De tudunk flame-et csinálni. Basszus, és misszálltuk. Tehát a videó kezd. Nyomunk egy prevenciót. Aha, aha, Zakikánál a Laudanum már rögtön megy is. És kérünk healt. De Zakika, ne csak négyet healelj! Az a gond, ez nem fog betalálni. Azt amúgy ki kéne cserélni a Purge-ot szerintem. Na nézzük, Jolo! Hát persze, hogy nem. Nem baj, Andaron szereti a fáj. Persze, Andaron még egy kicsit... Ha azt hiszem a Laudanum megint ki fog... Mondjuk nem kell Laudanum, kibírjuk. Mi Laudanum nélkül is. Az Akika, most én ilyen healt szeretnék. Ha lehet. Hét. Jó, és legalább nem izé véreztél el tőle. Jó, akkor a blindot kérünk hátra. Nagyszerű. Nagyon jó. Most jöhet a hír. Nem kell izgulni, Andara, nagyon jó lesz neked. Figyelj csak, figyelj. Hopp! Na, Zakika, most... Te vagy a soros. Azt mondja, hogy tudod, mit kell csinálni, Zakika? Előreángatni azt a némbert. Nagyon jó. Nézek, hátra ment, nem baj, így is nagyon jó volt. Neki 7 HP-ja van, tehát hogyha ezt rádobjuk, akkor meghal. Oda, mit? Nézd meg, healált magán. Na várjál, ez mi miatt is volt? Ott van. Stress damage-el healelődhet magán. Na, amúgy direkt hagytam, hogy Andaronnak fájjon. Ez igazából kalkulálva volt. Ti is tudtátok, hogy ez volt mindig is a terv. Ja, és ugye mivel Andoron elnyomta ezt a képességét, ezért free ingyen dodge-okat kap. Brutális, na várjál. És akkor Andoron tudunk dodge-ot tenni, tehát nem elég, hogy blokk lesz rajta, még dodge-olni is tudunk, na várjál. És akkor stunolunk oda hátra. Ez csak dézlet, nem baj. Can make all the difference. Á, ez kegyetlen. Na és akkor most ugye... Stunt raktunk? Stunt rakunk rá, nem? Nem, csak dészt rakunk rá. Szevasz, Delphi, jól szevasztok, srácok. Na, a videót kéne előre rángatni. Tökéletes, eltűntek a hullákok. És akkor még kéne valami jót nyomni. De hát mindenki jól van, senki se stresszes. Nagyszerű. Nézése, de nincs akkor stand. Aha, okes. The unpleasant in the extreme. This work is normal. Most nagyon jó a csapat. Brutálisan jó a csapat. Jesus! Tehát konkrétan csak Matthew és Zakika között nincsen semmi. Jó, ez nem igaz. De. Matthew és Zakika. Na várj, Matthew és Free között javult a kapcsolat.
Ja, elég OP a csapat. Nincs is jobb érzésem, mint amikor a négy ellenfélből a kettőt kinyertel, a maradék kettő is alig él, és utána kétszer rezisztelnek a bleedre, és egymás után ütnek fejenként kétszer kritikát. Ilyen ez. Amúgy nem tudom, mit féltettem, hát itt a hospitál fele mentünk. Na, mit akarunk? Simple life miatt egy csomó dologból kimarad amúgy free. Úgyhogy ezt levesszük. Illetve azt hiszem, hogy a bookburnert is leszedjük. És amúgy nincs több pénzünk. Ja, hogy free közben kapott olyat, hogy deadly? Oké. Ja, az Akika életbe tartása az azért izgultam, de látjátok, pont a hospitál fele mentünk, szóval nem kellett volna parázni. És akkor ez a hely, ahova most megyünk, ez az Academic Study. Tehát itt lesz Trinket, Combat Item, illetve Pozitív Körk. Na nézzük Andaron. Mártír, az mi? Andaron, az micsoda? -1 stressz, amíg a Death Door-ba van. Wow. Na, merre akarunk menni? Azt mondja, hogy van ott egy Watchtower, amivel scoutolni tudunk. Én azt mondom, legyen a Watchtower. Többen is arra akarnak menni. Aj. Én most odaadom Zakikának a fényt az éjszakában. És akkor tudunk flame-et kérni, ki tudjuk maxolni. Mindenki nulla stressz, mi ez a cheat team? A stage coachunk olyat tud. Ó, igen! A stage coachunk olyat tud, hogy... Hát az a helyzet, hogy... Ha elérünk egy lokációra, akkor -1 stressz. Tehát mindenki stressz leszedő, nagy stressz leszedő. Aha, movement resistance van ott. Stun resistance. Jó kis ágyú. Na, én azt mondom, kezdjük ezzel a prevencióval. Empowered, emboldened. Block 2, amúgy azon dolgoznunk kell, tehát azon muszáj dolgozni. Ezt meg kell nézzük. Na nézzük. Betölt. Jó, tehát nagyon meg kell püfölnünk. Azt hittem, ebbe bele is hal. Hát nyilván resist. Na nézzük, ez fájni fog. Boom. Ha! Noob. Noob team. Mármint az enemy. Az a gond, hogy vele nem tudunk itt nagyon mit csinálni hátulról. De bleedet tudunk leszedni, ami minden igaz, így van.
Hány játékban van olyan, hogy az egyik csapattag lenyúlja a lootot? Milyen jó is az, nem? Nagyon szép, betölt! Jó, jó párszor rá kell csapni, és akkor minden jó. Hát akkor... hát ez az a gond, hogy ez megint a húla lesz. Nem baj. És akkor leprás, leprás, tedd a dolgot. Az képest, hogy tank van, de is, igen, csak ugye nagyon necces, tehát hogy jól kell összeállni a dolgoknak, hogy, hogy itt aztán tényleg legyen dam. Hát nem gondoltam, hogy egy ágyú fight után így néz ki majd a csapat. Ezt nem gondoltam volna. De hordát kell avoidolnunk. Hoppá, 16 per 20 lett a kapcsolat. Na nézzük a watchtower-t. Ugye a hordát kell elkerülni. Ott vagyunk most. Oké, akkor megyünk balra. Ott van egy lair is. Viszont ott kereket fogunk törni. És a... egyedül, aha. Jó, ez kellene nekünk. Tehát a hospitál fele kéne elmennünk. Jó. Hát, jó, akkor a lair fele megyünk el. A lair fele megyünk. Mi történik a 20 per 20-as kapcsolatán? Nem tudom, mi történik, srácok? Olyat még nem láttunk. Jó, megyünk akkor tovább itt. Jaj, nem nyomtuk el a világosságot. Francban. Most el kell nyomjuk. Jaj, csak ilyen gagyén, amikkel lejátszunk. Na, világosság. 93, nagyon jó. Vele kezdünk. Kritikálos szurkálás. Jó, én azt mondom, hogy tegyünk fel egy ilyen prevenciót. Empowered, emboldened. Az igen. Empowered meg is kaptam. Bolondos csápok hátul. Kérünk egy ilyen bitstandet is, hogy tauntolunk ugye kettő ütést. Na, az kettő blight. Ez az, csapkodjátok! Hatos blight. Nagyszerű. Na hát én ugye ezt most kigyógyítom. Welcome relief. From caustic agony. 93-on vagyunk, oké. Early results are encouraging. Rángatunk egyet. Na hát ugye ez meg fixen agyon csapja. De erre inkább voltam kíváncsi. Szevasz, Free! Láttad volna, miket csinálsz? Olyat kell csinálnunk, hogy neki leessen a stressz. Matthew. Free stressz leszedő. Na, tehát akkor... most melyiket kell csinálni? Ezt kéne csinálni, csak már nem tudjuk. Hát ez kellemetlen. Akkor nem szedünk le stresszt. Abandoned or forgotten, it is ours now. Jó, az ugye disease leszedő. Ha jól megy a csapatnak, az fasza, mert csökkentés lesz. Ja, hát olyan jó a csapat, bakker. Hát ez erre jó, jó ránézni erre a kapcsolatrendszerre itt most. Konkrétan Zakika 15 per 20, 16 per 20, 15 per 20. Free 17 per 20, 15 per 20, 16 per 20.
Azt a rohadt. Várjál, valami hero goal teljesült. Aha, scout a region with a watchtower. Enter the sluice. Aha, hát ez valószínűleg nem fog menni. Oké. Okay. És akkor ugye itt azt mondtam nektek, hogy... Hát jobbra jó lenne elmenni, viszont akkor a hordát azt... Na mindjárt meg hányuk vetjük. Hát ilyet nem csinálunk. Nem menekülünk, Zakika, hát ez milyen hozzáállás? Na várjál! Andoron azt mondja, hogy menekülés, és akkor az mindenkinek jó. Jó van. Ha Andoron mondja, azt tetszik a népnek, a Zakika mondja, akkor meg azt mondják, hogy fúj, fúj. Három gyertya, hát akkor inkább megyünk a hospitál felé, tehát akkor most nem kérünk három gyertyát, megyünk a hospitális felé. Szóval hospitális. Jaj, basszus. Jobbra! Balra! Középre! Nézzek is, hogy kikerültem. Mint hogyha ki kellett volna dodzsolni. Na hát, most nem tudom, lesz-e pénzünk bármire is. Lézi, jaj, kozmik fér. Ezek a... okkultomániánkot is levesszük. Van pénz. Van pénz lóvéra. Mehetünk tovább. Szevasz, ready, set, stream. Nekem ti szóltatok, hogy bekerültem a Diablo drop eventbe. Úgyhogy bent vagyok. Bent vagyok, ready, set, stream. Lehet szerezni majd eséseket, meg ilyenek. Na, Horder, hát ide jöttünk, és akkor azt mondjuk, hogy nagyon jó. Tudunk venni lantent. Scouting gear, wow! Jó van, mehet, kövi. Nézek és kikerülöm. Tizennyolc per 20, Zakika és Andoron, nagyon jó. Kill enemies. Aha, ilyen ellenálló az enemy csapat. Egy szurkálás. Csápok. Szerintem jöhet egy vaki... Nem. Ellenállás. Nagyon kéne a speed amúgy. Andoronnak. Az sajnos egy kombó volt, de nincs ok az aggodalomra. Azt ugye leszedjük, 11-es crit heal, javult is a kapcsolat, és akkor kérünk csápokat. Early results
are encouraging. Nagyon akarják a banditák maguknak Freet, de csak Andaront kapják, ami nem baj. Aki ennyi HP-ja volt Astaroth. Semmi gond. Jót, hal. Ki jön? Aha. Hát ennek nem örülök, de nem lehet vele mit csinálni. Viszont tudunk healálni, úgyhogy úgy alakítjuk itt a matekot. Nagyon jó. Tessék, nyomunk egy ilyet. Jó, rángatunk egyet, tessék. Remélem, hogy a matek jól alakul. Hát jó, oké. Nem így akartam, de nem baj. Magán vélemény, de azért a szinte kiszámíthatatlan RNG néha a játékélmény robására megy. Hát ez ilyen. Ez ilyen az helyzet, Delfiós. Jó kis RNG. Szegény szerencse játékosok. Most mondhatod nekik. Srácok, a játékélmény rovására megy, hogyha szerencse játékosok. Csak viccenek. Na. Húha. Húha, itt összekülönbözések lesznek. Ha. Tehát Andaron és Free között egy kicsit romlani fog a kapcsolat, de csak egyel. Akarunk ilyet? Nézzük, Matthew és Free. 17-es. Az helyzet, hogy inkább ezt. -2! Elit enemies! -7 rögtön! Eye closed, az nem baj, mert amúgy is. Na. Prevenció. Cooperation is the key. A sámánt megcsapkodjuk egy kicsit. Kérünk, hát előre rántjuk az őt, hogyha tudjuk. Nagyon jó. Semmi gond. Tankolás. Ez mondjuk nagyon nagy probléma. Húha. Jó, és akkor most már jöhetek én? Az okkultista ezt elszúrtam, srácok. Ez nagyon jó lehet. Ja, és akkor Daze van amúgy, ott van. Target Daze-elve lesz. 3-6. Ah, 2 francba. Jó, így halt, szerencsére. Hogy néz ki? Ó! Szerva szerve, Sáncin!
breakthrough. Jeg ser et eller annet. A master stroke. De tényleg még van sámán is. Nézd meg! Ha hílelem Frit, az nem fog tetszeni Matthew-nak. A szemét. Ja, és crit healt nyomunk? Látom. Ja nem. De crit healt fogunk nyomni. A small foundation of trust. This road cannot be walked alone. Nagyon jó. Nyota csaltunk. Csapdagyon! All problems have their solutions. Even the big ones. Blind Daisy. Okay. Nem tudom, mit csinál, de biztos ugyan. Ez probléma, nem baj, legalább előre jött. Hogy megy? Brutálisan jól. Brutálisan jól a csapat. Brutálisan jó a csapat. Jaj, nem nyomtunk el lámpát, hát ez hihetetlen. Nézzük a kapcsolatokat, hogy állunk. 18, 13, 15. Többiek? 15, 18, 13, 15, 15, 18, 15, 18, 15. Brutál jó. Na most fogjuk majd elnyomni a lámpát. Várjatok, várjatok. Mert hogy Freenél kiesett, nem, Andoronnál? Andoronnál esett ki a combat item, úgyhogy azt ideje pótolni. És akkor három körig tudunk speedet. Jó, inkább lámpást viszünk. The worst kind of parasite. Opportunists. Enemy ambush, az... Ez probléma. Ez pont a lámpa miatt volt enemy ambush. Hát... TK-melünk. Dodge, nagyon jó. Kérünk blinding gázt. Laudánumot tudunk. Kijön, ő jön. Rajta van egy kis blight. Az amúgy tök jó, hogy sikerült felrakni. Jó, rángatunk inkább. Szia Loretta, szevasz, Anadrena. Jaj, de jó. Jújjújjúj, kapott egy kombót, egy combost kapott. 89, és akkor helycsere. Ja, ő csak egyet tud lépni, mekkora szívás. Na. Bántotok? Bántotok, szemetek? Az amúgy elég szívás. Hát itt muszáj vagyok hílálni magamon. 3! 6-os bleed. Ujj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 
Jó, tudunk legalább egyet town-tolni, hihetetlen.
Még egy Blight. Blight vakítás. Blightra gondoltam, nem Blightra. Úristen. Még kérünk majd egy világítást. Három. Édes jó Istenem. Ne! Jaj, nem csináltok ilyet. A simple variable. Easily resolved. De jó lenne most hátra menni. Ilyen? Ő jön. Once again, teetering on that terrible precipice. Ez mondjuk most már gond. A breakthrough. Jó. Jó, 100-on vagyunk. Lőd szét azt ott. Köszi. Kapott dodge-ot. The path of exculpation need not be a lonely one. Kettő. Jó. Ő jön. Ó, de jó. Akkor viszont tudunk hírálni magunkon. Egy! Minusz kettő! Basszus, azt nem figyeltem. Aj, hát ez majd... Javíthatom ki. Ja, most meg be kell, hogy végezzük, hogy a bleed ne kapcsoljon. Another impediment cleared with impunity. Amúgy mi ez az item, amit kaptunk? Mini skill 10% crit. Medical Herb equipelve van, több healt kapunk. Ha első a turn orderbe, akkor vulnerable lesz. Szevasztok, szevasztok srácok. Na basszus, most akkor kinek nem jó? Andaron és Matthew. Jó, azt ki kell javítsuk. Az a gond, hogy itt meg háború lesz. Látszok. De legalább 100-on van a izénk. Az evangelista jön. Megszúrjuk. Tökéletes. Tökéletes. Nyomunk is rögtön egy tankolást. Az altárt rángatjuk egy kicsit. A Plague Doctorrel a Deaconre... Hát nem tudunk rátenni semmit. Blindolni tudunk, ellenállást teszünk fel. Empowered, emboldened. Azt a immobilizált lett mindenki.
24-es crit. Ujj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 
will. Tízes bleed! Ho-ho-ho! Azt el kellett nyomni, nem érdekel a mínusz kettő, azt el kellett nyomni. Az a gond, ott van rajta egy vék. De hát el kell nyomni. A DK-t híleltette szemétállat. Plusz kettő. Léci, ne találj be. Csak kekeckedik. Az evangelista. Na nézzük! Hát nem lett elég. Na jó, azt ki kell ugye healálni. Igen, ezt láttam, hogy itt már 9/20, ez nagyon nem jó. Tudunk dézelni. De így is még ő jön? Nem, nem ő jön, jól van. Ne basszus, nem figyeltem. A dodge, 75-ös dodge az nagyon sokat jelentett. Healer 10-et. Bleedeltet. Na. A master stroke. Ez most nagy crit lesz. Jó. Szétblájtoljuk. Most hírálnem kell magamom, muszáj. Úristen. Hú, 19/20-as a kapcsolat. Hát nagyon szarul állunk, srácok. Hílej magadon. Nem tudsz. Hílej a tankom. 12, nagyszerű. Na, tudunk olyat csinálni most, hogy... Dodge. Na, azt elhasználjuk. Kérünk rá Blightot. Malaise. Measured and steady. És kérünk a tankra a dodge-ot. Jó. Bakker! Azért durva, hogy még ilyen stressz leszedéssel is hogy stresszelt minket. Plusz 50% damage. Na. Azt ki kell kérni. Stained item kell hozzá. Nehéz lesz, srácok, de megoldjuk. Azt a rohadt. Le vagyunk terhelve. Le vagyunk terhelve. Ja, igen, ott van.
Azt mondja, hogy ugye ez a híles, ez nagyon jó volt nála, stained, ugye azt, a damage-et nem tudjuk. Stained, van stained-eunk amúgy. Blight Resistance. Jó, és akkor berakjuk mellé a stained-et, hogy 50%-kal több legyen a damunk, de 33%-kal kevesebb a HP-nk. Na nézzük, hogy állunk trinketekkel. Még egyet kéne valakinek, valakire rásózni. Healing event damage. Hogy is kell diszkárdolni? Tessék, ezt kidobjuk. Tessék. Ez itt már a vég. Ajaj. Zakika és Free kapcsolata nem a legfényesebb. Zakika örült, hogy jót scoutoltunk. Nem sok pénzünk van, de... There are yet places such as this. We're a little light still. Zakika és Andaron is megcsinálta. Jó. Esélye a kaja nem csinál semmit, azt mondja Zakika. Nekrofóbia. Hullam megütés esetén plusz egy stressz. Plusz 20% HP fixen Andaronnak. Ennyi. Oké. Mastery trainer. That you may stand just a little taller at the end. Na ezzel lehetne ugye dézelni az elemiket. Rángatás, rángatás, weakening curse. Csápok hátul. Hát nem tudom. Nézzük mást. A pisztolsátnál ott van, aha, aztánt lehetne kirakni. Ja, ezt kirakjuk, ha már ugye jól működik együtt. Stressz levevés az nem kell nekünk. A csopot erősíthetjük. 25% heal. És magáról leszedi a cuccokat. Ja, amúgy a healeket javítsuk. Nem csak 30% alatt. Jó. Ja, hogy nem csak 33%-at, hanem akár 50-et is tud healálni. Ja. Ja, az Akika híjén azt javítottam, hogy többet is tud healálni. És kevesebb eséllyel rak fel bleedet. Következő kocsmáig gyorsabbak leszünk, na azt oda kell adni Andaronnak. Na nézzük, a provizionálót. És kártyajáték. És akkor whisky. Ja, nincs hely, semmi gond. Zakika és Matthew az úgy nagyon nem jó, de semmi gond, vesszük, srácok. Zakika és Free, hogy áll? Unfriend, ó, hát igen, azt mindenféleképpen javítani kell. Na, ezt a whisky battle-t, ezt nézzük meg. Please. Kis volt. No. Tehát Zakika és Matthew. Max Affinity. Na, ott vannak amúgy, le van ira.
Még egyszer megnézem, mert elfelejtettem. Aranyhal memória. Zakika Matthew. Ezt nem hiszem el. Semmi gond. Semmi gond. Az RNG. Az RNG, ha kilépünk, akkor velünk lesz. De hát Csalik, anya! Csalik a Jánter. Kiléptünk, mert ugye ilyenkor a kocsmában nincs mentés. És mínusz hat, tehát hogy hatos lett a kapcsolat. Hatos lett a kapcsolat, tehát nem jött be. 33% eséllyel ront 2-t, javít 3-at, na várjál. Az helyzet, jó, akkor ezt elnyomjuk, tehát Andaron kap egy ilyet, és akkor megvesszük a... Melyik is volt ez? Whiskey Battle. Na, és akkor ugye ezzel kezdünk. Matthew Zakika. Oh, jaj! Milyen jó lett, srácok! Uh-huh. Na, hát akkor veszünk is kártyát. Something to ease the rigors of the road. Jó, ott valami nem lett jó, de nem baj. 14, 19, 14, 20, 14, 13. Matthew és Zakika között kell egyet javítani. Na. Nagyon jó. És akkor amúgy... Ja, igen, ez nagyon fontos javítani. As vital to survival as sharpened steel. És akkor itt ezeket újra el kell osztanom. Mi volt az utolsó, amit kiosztottam, srácok? Ja, a pisztoly sem. Le tudunk szedni egy izét, de nincsen dizízünk. Róla csak trinketem van. Itt cseréltünk itemeket? Nem. Előtte. Jó. Consider your position and plan accordingly. Van valami feladatunk. G-vel jön elő, nem? Nem tudom megnézni. Az övét megcsináltuk. Sluice-be van hero goal. Heist. Clear out the lair. Sluice, let's go. Unexplored. A risky proposition. Ne vegyük a stresszt. Minusz egy speed. És javul a kapcsolat. Tessék. Respect cool. Tehát ha a duelista advance nyomunk, akkor Andaron erősödik. Ha pedig csoppolunk, akkor meg free erősödik. Nagyon jó. Ha nyomunk egy point blank shotot, akkor Zakika stressed le. Ha weakening curse nyom Zakika, akkor pedig freezed le stresszt. Na, Andaron, hogyha nyomja a Reflection-t, azaz a stressz leszedés magáról, akkor még Zakikáról is szed le, illetve ha Zakika rángatja, akkor Andaronról jön le a stressz. Megyünk tovább. Free, hogyha nyomja a Grape Shot-ot, amit nem fog nyomni, akkor Matthewról leesik egy stressz, hogyha Matthew blinding gázol, akkor Free-ről esik le egy stressz. Azt mondja, ha nyom egy tauntolást,
Andaron, akkor Matthewról leesik egy stressz. Matthew viszont, hogyha nyom egy blightot, ami brutál menő, akkor pedig Andaronról esik le a stressz. Na, és akkor itt van Zakika és Andaron, mi az Matthew. Azt mondja, hogy ha prevenciót nyom Matthew, akkor Zakika erősebb lesz. Ha Zakika csapkod egyet, akkor Matthew lesz erősebb. Jó, mehetünk tovább? Hát nem a legjobb, nem kap senki se dodge-ot, az pedig nagyon erős volt, szóval az sajnálom. A dodge az jobb lett volna, itt a hát az erősítés helyett jöhetett volna, hogy hívják is. This is swine country. Star the enemies, több HP és movement resistance. Na, swine skulker. Dodge block. Oké. Okay. Hát akkor, let's go. Taunkolunk. Aztán. In crisis, we can rely only upon each other. Itt jó lenne, hogyha valaki izé. Hát azok mondta, hogy blindok vagyunk. No. Leszedjük magunkról a blindot. Na, ő meg stealth-be ment. Jézusom! Az nagyon jó. Ennek nem örülök nyilván. Hílelünk. Ez krit lesz. A small foundation of trust. Helyet cserélünk. Rajta van egy blind. Jó, megpróbálunk megint blindolni. Ú, de jó, hogy dodge-olt. Ú, de jó. Jó, rángatunk. Ez nagyon nagy mázdi. Ez meg így kevésbé jó. De legalább megtörtént a helycsere. Jó, tudunk magunkon healálni. 9. Harmincnégyes crit. Nagyon szuper. És akkor jött a chop-chop. In this weighty gloom,
a spark. Hát itt nem látni semmit. Enter the den. Na, free-vel kezdünk. Mi az a dárdás malack? Úr, ez mi a fene? Ez mi a fene? Ez mi a fene? What can we learn upon closer inspection? Azt amúgy 20 HP, jó? Jó, kérünk egy ilyen ellenállást. Empowered. Csúnyák lettek a pókicák? Dodge. És ki jön ő? Dodge 75%, oké. Okay. Hát akkor itt jó lenne ilyen dupla lövés. Wow, milyen menő volt ez a respectful. Azt most ilyenbe raktam fel az ellenállás, szétköbdösik. Na, Zakikát pofán köpték. Na, ki jön? Webber jön. Hát akkor kérünk csápokat. Zakika csápok, please? Kösz. Kösz, Zakika. Bíztam bennem. Stan. Hűha. Dodge. Kritikálós köpés. Semmi gond, semmi gond. Ez így már gond? Nyugi már! Hát ez hihetetlen. Jó, most végre jövök. Jó, hát ez most benne van. Azt ott le kéne szednünk, mindenféleképp. Ki jön? Ő jön. Hát ezt nem tudjuk lecsapni. Wow! Na, és a csápok, csápok, please. Nagyon jó. A simple variable, easily resolved. Nagyon jó. Tudunk még egyet hílálni? Aha, tudunk. Úristen! Elementary. Az a helyzet, itt a load game az nem működik. Micsoda? Hát ez micsoda? Srácok, erről nem volt szó. Erről nem volt szó! Hopeful! Azt mit csinálsz? Buffoltál? Jézusom, milyen ellenállásokat tett. Hát ez probléma, igen. Na most, most jó. 75%-át a damage-emnek dodge-olja, nem baj. De ezek amúgy mennyi HP-ja van, basszus, nem is néztem. Ne! Ne! Zakikát megint pofán köpték. Már. Na, Zakika, te jössz. Zakika.
Mutasd meg azokat a csápokat. Ja, mert hogy blind volt rajta. Semmi gond, Zakika. Semmi gond. Resistance piercing. Jó. Jó. Ja. Nagyon jó. Jó, nyomunk egy knockback-et. Jó, és akkor egy heal. A small foundation of trust. Bam! És bam! Take heart and do not relent. És bam! Jó, ezt healálni kell. Kilences krit. Nyom. Na, megszurkáljuk, akkor nem szurkáljuk meg. Nem tudunk healálni? Shit. Ő jön, megrángatjuk. Sajnos nem hal bele. Pulverizál a szemétje, semmi gond, semmi gond. Na és az okkultistával most tudunk healálni. Hát 8-as crit az olyan, mintha nem történt volna semmi. 44-es crit! És elvitte a blight. Remove diseases. The loathing abates. Nincsen disease, jól van. Az ismeretlen, vagy az ismeretlen? Academic study. Hát combat item, aha, az meg Kirk. Tanatomatik, aha, az ilyen halálos dolog, nem? A halál megszállottja. Ez mit csinál? Tanató... Na azt mondja, ha a kör elkezdedik és 25% HP alatt van, akkor kap egy jó kis stunt, nem dészt. Ha 25% alatt van, akkor... Fear of death and dying, ugye azt mondja a tanató... Ja, ez a tanatofónia. Hát ez nem is az. Tanatománia. Higher chance to slay during assistance encounter. Zakika és Free kapcsolata javult. Hidden in warrens and ancient waterways, the swine proliferate unseen and unchecked. Jézusom! Jézusom, ide kell betenni amit is? Itt van a Shambler, Shumbler, hogy is hívják azt a szörnyet? Darkest Dungeon Shan. Ezt ott hagyjuk. Lehet, hogy morcosak lesznek, de ezt ott hagyjuk. Harcolunk? No way. Hello? Hello? Igen, ott megromlott a kapcsolat. Lost in Space. Na ez mit csinál?
Ha a stressz nem is történik, akkor shuffle-ezik. Úristen. Úristen. Hát ez rip. Ez így hatalmas rip. Olyan durva rip, hogy ilyet nem láttatok még. Tehát ide pénz kéne, legalább 32, és akkor le lehetne szedni. Hát erről meg nem is akarok beszélni, ez micsoda volt itt? Ez így konkrétan micsoda volt? Az helyzetők dodge, megrángatjuk a kis szemetet. Ó, és kapott egy blightot, nagyon jó blightot kapott. Oké, le is stunolták. Jó, nagyon jó, a spawn dodge. A dodge-ot meg kell szedjük. Tehát ő ott meghalhat. Weakening curse. Nem, muszáj. Ez a hármas heal, kaptunk egy kis sebződést. Nagyon jó. Nem vészes. Csak rossz helyen vagyunk. Nem baj, hogy dodzsolt. Az helyzet, hogy helyet kell cserélni. Tehát ez most a helycsere ideje. 20 per 20. I am needed here, azt mondja. Jó. És akkor... Még szúrunk előrébb. Ez hihetetlen. Tehát akkor őt vakítanunk kell. Na várjál, hátra lökjük, hátra tudjuk. Nagyon jó. Na. Egy jó heal. Tudjuk dézelni, mondjuk az, amire megyek. Azt mondta, what? Jó, megnyalt egy kicsit a... de jó. Tehát ő jön. Na, most ledobja. Nagyon jó. Ő tud ilyeneket. Nagyon durva. 44-es krit a leprástól. Tehát akkor 15-nél járunk. Ez amúgy jó. Jó, ezt be is rakjuk. Plague Doctor trinket.
Kell a hely. Az a helyzet, nem látjuk, hogy merre kell menni, és így ez nagyon szívás. The Warren. Harc, harc, harc. Tehát csak olyan van, hogy harc. Ki horror! Köszi szépen a támogatásodat! Üdvünk már on hivatalosan is a feliratkozott vadászok között. Peregjenek, srácok, a szvegek. Kérünk egy kis fényt. Tehát, aha. Blind lehet. Kérünk egy tauntot. Kérünk egy ellenállásos cuccot. Tehát ő stealth-be van. Kukacinyó. Mert múltkor is akartam, amikor wolvoztunk, csak nem tudtam belépni a Prime accountomba. Köszi szépen. Köszi szépen. Egyet! Noob. Hagyjátok már! Hó, full! Buff! Én nem tudom, milyen buffot kapott, de ilyen ellenállásokat kapott, azt a rohadt. Na, dodge. Tehát dodge, ja, és még stealth-be is van. No blind, nagyszerű. Csápolni is lehetne. Rángatni is lehetne. Hát... Nagyon zsír. De kár, hogy a point blank nem működik most. Na ez! Hagyjátok már! Jó, most healelünk akkor. Csubi! Jó, kérünk egy lámpát még. Na, és akkor point blankálni most már lehet végre. Jó? És akkor rángatunk egyet. Köszi szépen a pergetés, srácok. Köszi, köszi. Jó, bleed resistek lettünk. Na, a relix nagyon jó. Mennyi? 32 kell, ugye? 31, ne szívas. Ugye találunk egy hospitált, azt nem tudjuk leszedni. Mi? Már itt is van? Ó, hála a jó égnek. Hála a jó égnek, srácok. Igaz, így innénk nem lesz. Spelunkára azt mondja. Clear the sluice. Hát ide soha többet nem megyünk. Két mastery. Ojjaj, mi történt? Knows where to find resource in the sprawl. Valami leesett róla, aminek én nem örülök. Ez de jó lenne leszedni. 100% combat route scouting. Pacemaker, ott van az a helyzet, hogy Sprawl Explorer van az akiken, úgyhogy ez kár, hogy van. Melofóbiás, édes istenemet, Matthew, mennyi bajod van?
sok hülyeség. Na, tehát feladat, nagy feladat, adunk 20% HP-t. Free-nek. És hogy állnak a kapcsolatok, ez nagyon fontos. 20, 13, 15. Na, akkor az Andaronoson kell javítani. Andaron Matthew. Na, nézzük. Szerintetek, srácok, menni fog? Nem, hát ez pont romlott. Nem baj, nem baj, ez járulékos veszteség. Something to ease the rigors of the road. Most ez mi? De... ez hihetetlen, srácok. Tehát, hogy így rányomtam az itemre és kidobtam. Nem merek itt az inventory-ba nyúlkálni. Amúgy mindjárt megnézzük, hogy mit jelentenek azok a cuccok, amiket kapott Matthew. Na, tehát akkor... most legalább újra játsszuk a kártyázást. Tehát akkor kártya... Pia. Valakinek úgy is kell. Hopp, oh, na. Srácok. Mindig szerencsés. Ilyen szerencsétek legyen. Jó, hát akkor annyit lehet javítani, hogy a legrosszabban javítunk kettőt. Hát Matthew és Andaron kapcsolatán. Nagyszerű. Provizionáló azt mondja, hogy tud-e nekünk adni világítást. Tényleg, ha már világítás. Nála a por van, nála a laudánum. Ez ugye egy embernél is elfér. Ja. Ja, hozhatnánk amúgy jobb dolgokat most már így a végére. Tudunk venni egy laudánumot. Vagy egy enemy party shuffle-t. Jó van, akkor adjad a laudánumot, jó lesz az. Na. Kinél van laudánumra hely? A világítás, azt biztos nem viszünk most már. Zakika? Zakikánál van. Na, betesszük azt, hogy Death Door Resistance. Meg Speed. Valakinél van ilyen por is, aha. És akkor az a stimulás az jöhet a világítás helyére. Oké, mindenkinél van trinket, nagyszerű. Volt még kenyér? Jogos. Köszi szépen. Add Kirk. Na, ezt amúgy elnyomjuk. Kinek adjuk? 10% HP. Neki nem lehet, neki lehet. Buff, oké, tehát ez bejött. Oké, nem adott disease-t. Jaja, nem adott disease-t, tök jó. Van nála herbál? Nincs. Ha lenne, akkor jó lenne. Jobb lenne a heal. Én egy unit nadrágot szerűcseltem tegnap 2 gemszlottal. Az nem tudom, hogy az milyen cucc. Most nem tudom, hogy elment az internet. Nem, mivel mi is írt a chatre akkor még. Akkor még jó. Na.
that you may stand just a little taller at the end. Ja, hogy Diablo 3-ba, azt hittem, hogy a Darkest Dungeon-ba. Jó sok gyertyánk van, hogy állunk? 52 már lehetne. Szevasz 56-os. Praise Sun. Land, crumbling and on Sprawl. Megyünk a Sprawlba. Nem használhatok Stage Coach itemet, úgy kell komplítelni. Ja? Uh-huh. Jó, nem érdekel akkor az a három. Visit 3 Academic Studies. Jó, ez lesz. Nem csináljuk meg a rewardot. Na nézzük, respectful. Take aim-mel Andaron dodge-ot kap. Ha tankolunk, akkor free dodge-ot kap. Aspiration unites the hopeful. Ha free, nyom egy előreugrást és szórást a mi az reflektel, vagy hogy hívják? Igen. Riposztért, akkor Zakikának leesik egy stressz, hogyha Zakika átkoz, Free-ről esik le egy stressz. Na, ha Andaron nyomja a Reflection-t, akkor Zakikáról esik le egy stressz, meg persze magáról, ha Zakika rángat, akkor Andaronról esik le egy stressz. Ez most nem olyan szerencsés, mint az előbb, mert akkor tele volt, ugye? Na. Azt mondja, hogy free, hogyha nyom egy point blanket, akkor Matthew-ról esik le egy stressz, hogyha prevenciót nyom a plague doktorunk, ugye Matthew, akkor pedig free-ről esik le egy stressz. Na, hogyha lesújt Andaron, akkor leszedünk egy stressz Matthew-ról, ha Matthew nyomat egy ilyen blinding gázt, akkor pedig Anadronról. Hát nem tudom, ez az egyértelmes van. Jó, de értem, stressz leszedés meg minden, de ez tök jó. Mert hogy az egy a tök jó. Az a dodge-os. The Sprawl. How many... Behold, the great cities of man. Ruined and aflame. De jó szagú. Ja, megyünk balra. Amúgy, ja, megyünk balra. Ott a hordár. Neked kellene a stressz leszedés, Ervesenci? Na jó, egyet fene. Hoppá, lett kenyerünk. Csak annak már semmi haszna. Azt hittem, most már amúgy a boss jön. Na, megcsináljuk Free-nek az utolsót. Shackled. Mehet. The lifeless bodies of a woman and child. Horribly mutilated by errant gunfire, stared spectrally through the remnants of the coach door. Arrested by the ghoulish sight, he felt the cold chains of remorse tighten around his heart. Guilt was a pursuer he could never outrun, a prison he would never escape. Plusz egy master, és megkapta az összes képességet. Most már a karakter.
Pillanat, srácok. Annak van bármi jelentősége, hogy a szekérrel töröd össze a random akadályokat? Van, mert kaphatunk belőle dolgokat, illetve rontat is dolgokat, én úgy tudom. Double cross, kaphatunk magunkra blokkot, és a target meg vulnerable lesz. Double tap. Második és harmadik helyről tudunk támadni a második és a harmadik helyre. 30%-kal többet damol, hogyha a target HP-ja 30% alatt van. Ez a double tap, ez tetszik. Meg kell, hogy mondjam. Balra megyünk. Jaj, ajajajajaj. Mert én azt hittem, hogy a vége lesz, ezért ide kérjük a világítást. Analysis is invaluable until it becomes an excuse for inaction. A szekér sérül, hogyha neki megyünk egy akadálynak. Másra gondolsz. Másra gondolsz szerintem, Delfios. Nem azokra az akadályokra, hanem a kis szemetekre gondolt szerintem, pocom, de majd kijavít, hogyha másról van szó. Ja, lehet előrejelzés, hogy sikerül a végén, aha. Már ha ugye addig egyáltalán eljutunk. Ez az. Nagyon helyes. Good, good, ugye? Ezt el kell nyomjuk, mert így egy stressz lejön. Nagyon jó. BAM! Akkor előtte kéne egy előrejelzés, hogy eljutunk el a bossing? Tőlem. Until the next test is put before you. Szóval ott... Tehát ott van armor törés, ott van, hogy kettő armorom van, kettő kerekem van, ott armor törés van, ott pedig kerék törés. Szerintem Pocó nem arra gondolt, hanem például arra, hogyha mondjuk annak neki megyek, akkor van-e értelme. Itt írja egyébként jobb oldalt, hogyha történik valami event. Az előbb például kenyeret kaptam, aminek semmi értelme nem volt. Na most már mindent tudunk. Az a helyzet, hogy a végén tényleg lesz boss. Mert nem úgy néz ki. Ja, mert hogy ez a negyedik régió, édes Istenem. Nem tudom, most akkor boss lesz a végén, srácok. Én nem tudom. Én nem látom, hogy most boss lenne a végén. De nem értek hozzá. Leszírta? Oké. Enriching themselves as the world collapses. Infectious enemy. Tovább tart a mérgezés, a blight és a izé is. Jó. Izé is tovább tart. Jó, megcsápoljuk őket. Aszta. Jó, kérünk egy ilyet, ellenállás. In crisis, we can rely only upon each other. Bleed, ez nem baj. Ez baj. Nagyon jó. Dodge plusz plusz. Betölti. Nagyon gyenge.
lays. Nagyon jó. Mondjuk nem oda kellett volna tenni a point blanket, azt elfelejtettem. Jó, azt próbáljam, ha mivel csapni. Miss fehér! Noob. 19 sima, krit nélküli. Jó, kigyógyítjuk ebből. Rángatunk rajta egyet. Na nézzük. Ja, hogy most még csak betölti. Nincsen probléma, mehet, let's go, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Chop! Chop chop! Chop chop! The one pleasant in the extreme. This work is no. Szerencsére még nem volt sáfölözve a csapat, ez a végén lesz majd nagy szíves. De várjunk, ott a hospitál. Mennyi pénzünk van? Hát alig van pénzünk, mert elköltöttem minden hülyeségre. Édes Istenem, srácok. Ó, kettő pénz. Gazdagok leszünk. Szevasz hordáló, szia, hello, csomi. Miért nem lehet amúgy eladni a cuccokat? Következő csatában, ó, még több pénz. El kéne nyomnunk a világítást. It is low indeed, to profit in destruction. She searches the dying world for the keys to her own salvation. Ez nem jó. Na. Akkor most jövök én. Na. Ő jön? Aha. Jöttek a csápok. Protect me, azt mondja. Na, ez. Be is adtam. Be is adta, sajnos. Ő jön. Na, ez ne baj, meghalad. Nagyon jó. Ó, de kár. Nincs gond. De szép. Itt muszáj vagyok egyet healálni. Ez nem baj. Ez nem baj.
Jó, rángatnom kell, muszáj vagyok rángatni. Eltűnjenek a hullák. És muszáj leszek healálni is. Nem baj ez, nem baj ez. Ne, nincs baj, nincs baj. Self-reliance is a rare and wonderful thing. A small foundation of trust. Hát ennek nem örülök, de nem baj. Ennyit azért nem tud túlélni. Igen, az antikvárius az enemy. Igen, igen. Analysis is the natural prelude. És most már ismerjük mindenét. Most valószínűleg nyomja majd ezt a festering akármit. Dodge? Ja, hogy kettő dodge van rajta. Nagyon jó! És akkor most nagyon csapjuk? Azt a rohadt! Dodge volt rajta, ugye? És 32-t rácsaptunk. Ohohoho! Kapott egy kis ellenállást. Kapott Blightot. Meghal a Blightba? Meghal a Blightba. This belongs in a museum. Az antikvárius legyőzése. Wow! A múzeumba való. Azt mondja, ha relikek vannak az inventoriba, akkor plusz 4 crit, hogyha a baublék, akkor meg plusz 10 crit. Az tök jó ez a Chalice. Ez akkor ilyen minibossnak számított, szerintetek? Nem nyomtam el a világítást, tehát ez hihetetlen, srácok. Miért nem nyomom el a világítást? Még beszéltem is róla. Jó, le tudjuk szedni. Nagyon jó, le tudjuk szedni. Tizenhatba került. Hát ez tök jó. Even the worst habits can be overcome. Na nézzük, melofóbia. Melofobik. Nagyobb eséllyel kerüli el az InSpeed Melodit. Kaja nincs rá hatással. A Lazy Eye critre meg a damage-re van. Corpse ütés, hát corpse nem ütünk. Leszedjük a melofóbiát. Hogy állunk térkép alapján? Akadémia, ott van az akadémia, de arra nem megyünk. Vagy megyünk? Ott vagyunk, most megyünk balra, Assistance lesz, meg Watchtower. Hát amúgy inkább az akadémia fele kéne menni. Az a gond, ha arra megyünk, leesik az armor. Jó, akkor inkább megyünk balra. Ha ott lesz az akadémia, jó, akkor levesszük róla. Nyomd el a vilá... mindegy. Blindot tudunk levenni. Amúgy ezzel menni, tehát tejjel menni. Aha. Nem rossz, nem rossz ötlet. Laudánumot lehetne még venni. Szerintem szükség lesz a laudánumra. Zakika. Tessék, még egy laudánum. Csak azt mondta, hogy balra megyünk. Your instinct. Kaptunk kettő pénzeket. Hát igen, ez szívás, nyilván. Ott van 9.
Help us! Ja? Flemish food. Ja, hogy assistance. Ó, értem. És akkor itt lehet javítani. Flémér cserébe. Viszont az nem fog tetszeni. Jó, hát jó, akkor ezt hozzuk meg. Javítunk egyet. Tök jó. És akkor Watchtower. Is your coach prepared for the upcoming obstruction? El kell nyomjam, srácok. A világítást. The antiquarian wants what we have, and she will not be denied. Mi? A megin? Hihetetlen. Eb. Dodge block. És ő jön. Léci engem is meg, köszi. Bleed és blight, bleed és blight. Ja, mert a kutya védelmezi a szemétje, jó. Prevenció. Jó, azt agyon csapjuk. Nem. Tauntolni kell. Protect me! Hát ő meghal. A riposztal át tudtam rajta ütni. Tök jó. Milyen hílek mennek itt. Az problémás amúgy ott. Jó, hílelni az okkultistát fogjuk. Ez hihetetlen. Relief comes rarely in these times. Savor it. Dodge block. De menő animáció volt erre. Dodge és block van rajta. Jaj, de jó. Jó, resist. Na most az okkultistának kell gyógyítania. Úristen! Nyomod neki! Nyomod neki! Jó, azt le kell, hogy szedjük. Na. Veprás. Bam! A righteous action. Egy kutyája van, viszont megint ő fog jönni. Mit csinál? Buffolja. Jön a kutya. Ostoba, ostoba ebb. Pogácsa. Jó, hílelnünk kell, muszáj hílelni. Ugye kettes volt rajtunk, tehát azért volt muszáj a hílelés. Tudunk blindot kérni, viszont már így is van rajta. Úgyhogy... leszedjük a bleedet. És hát a leprás kap egy kis... kap egy kis... blokkot. Corpse clearelés. Uha. És kapott egy dodge-ot. És még mindig van rajta dodge. 14-es kritikál. Jött a blight, ott is van. Malaise. Measured and BAM!
Most öljön? Nem, éjjövök. Nagyon jó. A fortune in memories, long forgotten. Eltiporva, bizony. Gyere, amúgy ebédszünet, srácok. De nem akartam abba hagyni a Dark Avengers-t, úgy jöttem vele, hogy 2-3 óra alatt le tudjuk, azt ennyi, de hát már 3 órája pereg ez a rám. Most már háromszorosan tudunk mindent is, hogy hol van. A balra megyünk. Jaj, majd kell nyomnunk egy újabb világítást. Flémet tudunk kérni, meg kaját, kereket tudunk kérni, igen, és tudunk kérni flémet, meg in itemet. Hát az in item, nem tudom. Ja, adjad az in itemet. Scavenge what you can and be off. Szeretni fogod ezt a vodat? Na, örülök. Azóta neve alatt akadályban direkt mész bele, van esélye valami droppolni? Aha. Pénzeket kaptam belőle, meg in itemet is például. Echoes of humanity, twisted by hopelessness. In micsoda? Impervious enemies, tehát stun ellenállók. Kezdte az örcsin, kezdi a harabdálók és zombáj. Jövök én. Jön a Jánter, azt itt a videót majdnem inasba rakta. Jó, az örcsinnel kéne valamit kezdeni. Örcsin? Figyelj csak. Tessék. Burn, újjói. De szerencsére ezt a shuffle cuccot leszettük. Amúgy. Rég volt már chop-chop. Na, a videó jön. Hát akkor gyere, videó. Song of Shadows, aha. Érdekes. Prevenció. Na most egy kis burn van rajta, tehát ez kutya füle. Erősebbnek, még erősebbnek kell lenni a csopnak. Jaj, nagyon gyengusz vagy. Nagyon gyengusz vagy, Ollom. Rákerült a hatos hatos. Mert csak hatos. Ugye mert csak es... ott maxos lett egy kapcsolat közben. Abandoned or forgotten. Egy kis relix, egy kis bauble. Na, academic study. Az a legidegesítőbb ebbe a kocsis résznél, hogy néha nem tudom eltalálni, még hogyha fel is akarnám venni a cuccokat. Túl könnyű játék?
Azt mondja, hogy Relics, Books, Mixed Kirk. Jó van, akkor legyen ez. Faxos kapcsolat, Spotter. Az nem tudjuk mit csinál. Hazardous Route Scouting 100%. Fixen tudni fogod, hogy hol sérül meg a... izé. Most látom, hogy itt viszont loading lesz a... Nem tudom, mi van a három loadingnál, vagy a négy loadingnál, mert hogy itt négy loading lesz. The loading howls. Ajaj. Jobban enemy advantage, aha. Hát, igen. Ez probléma. Hát ez nyilván probléma, srácok. Take up these goods and imbue them with purpose. Na, legalább világítást kaptunk. Your coach is laden. You can carry no more. Confession boss plusz 10% HP. Minusz egy kapcsolat. Jól van, maximum loading. Jól van. Flapjack? Mi lehet ez a flapjack? Stage coach itemet kidobjuk meg. Kidobjuk. Pipeweedet, de jó lenne nyomni. Ilyen diseases cuccot dobunk ki. 6 item van nálam. Pozitív token. Hát ez most nem lesz jó. Ez is amúgy nagyon menő. Jó, kidobjuk ezt is. Jó, akkor világítás az így. Maxos világítás, aha, 56. Azt a Blight Resistant is kidobjuk. Gyertya, egy gyertyát is kidobunk. Jó, kenyeret is kidobjuk. A mondjuk inkább a bandage-et. De most már jók vagyunk? Flapjack az egy porridge alapú desszertszelet. Ó, oh, köszi szépen. Szóval kaja lehetett volna. Na. 52 a flame. Jó, ez pont arra jó, srácok, hogy GG easy legyen a dolog. Négy szél engem üssetek, megköszönöm. Nézd meg, szemét. Jól meghal. Let us hope to finish this. Engem. Nos igen, milyen kritet nyomatot. Semmi gond, még egy világítást ki kell osszunk. Kettő, most már meghalad. Egy kis HP-ért cserébe világítottunk. In crisis, no game's insignificant. Na. Dékán. A flame miatt kapott blindot. Helyes. Na.
Mi kezdünk, úgyhogy tudunk rángatni. Az ott minden, gyakorlatilag. Hát ő ott healt kap. Jó, leszedjük. Jó. Hála Istennek, srácok. Jó. Gyere DK-m előre. Hú, 75%-os dodge. Ajaj. Ja, azt is le tudjuk szedni. És védekezés. Ők kezdenek. Jó. Ez nagyon jó. Jó, a szemét ő tudja a DK-t healálni. Prevenció. In crisis, we can rely only upon each other. Kozmikus dolgok, aha. 4-től 8, az meg, hát az nem annyi. Most jót fogunk tudni hílálni. Többen bíztam, de megcsinálhatjuk, az ott 7. Csak Death Door lett. Az evangelista jön, nagyon jó. Ez kell. Az a 19 blight. Ez nem baj, abszolút nem baj. Neki 12 AP-ja van, nagyon jó. Nyomunk egy TK-met. Ne cserélj helyet. Megrángatjuk még egy kicsit. A blight még mindig 20 blight van rajta. Jó. The unrelenting application of violence yields morbid gains. És 25 frame-et még kaptunk pluszban. Aha, misteppe, aha, tehát van-e még stain? Az a helyzet, szerintem már nincsen stain trinketünk. Csak egy van, igaz?
Ja, ez szíves, mert ez nagyon jó lenne hátra a healereknek. Itt van a nagyobb anchoring charm. Bleed resistance tudnék magamra tenni amúgy, ami akár jó is lehet. Hát ez így nem megy sajna. Jó, hát akkor bleed resistance. Ezt eldobjuk. Jó, plague doktorosat dobjuk el. És akkor most jön majd a hegy, ezek szerint, srácok. Vagy most hogy lesz? The warring heart does much for the weary body. Even more perhaps for the restless soul. Ja, Freenek kérünk HP-t. Andra nézze, akik a ne nézzük a kapcsolatot. Aha. Ó, de jó, ez nagyon jó. Ezt nagyon jó látni. Minusz egy a pipefeed miatt. Burn ellenállás, az jöhet. Van egy csomó... Jaj! Learn a little and begin again. End Expedition. Olyan van már csak, hogy End Expedition, ez mi a fene? Hát itt nem tudok semmit se csinálni. Ennyi. Ennyi, srácok. Nem tudok semmit se csinálni. With no trophy, this is the end of your expedition. Valami trófea kell. Ezek szerint trófea kell. De hogy hogyan lehetett volna a trófeám, azt nem vágom. Hát ez így. Remain undeterred, and you will yet prevail. Ez így szomorú. Ez így szomorú. Lost in Darkness. Ez konkrétan RIP karakterek. Azt hiszem a lerekbe vagy hol van esély, hogy kapsz. Jesus. While the flame still burns, hope remains. Jól van, azt Slaughter el nyugodtan. Hát... Eltelt majdnem 4 órám. Haladtunk, ügyesek voltunk. De nem eléggé. Nem eléggé, mert nem gyűjtöttünk trófeát, és így a boss... ölés... az elmaradt. De... nagyon szuper volt a mai menet. Csak így a végén ez olyan, mintha tökön rúgtak volna. De remélem azért tetszett nektek, srácok. Folytatjuk még. Bár így, hogy jön a Diablo 4. Majd azért megpróbálok neki helyet keresni.